Gyerünk! Csak nézzük, hogy nem elrontja el a Joker! Gyerünk! Szűkre veszi, és visszajön! Ez az! És itt a lejtés! Kis Tuki, Herzig Tuki! És lakul el! Thank you.
Nagyon kemény küzdelemben Oliver második lett, nagyon örülünk neki. A végeredményt az egyik ellenfelünk megóvta, és ezért teljesen jogosulatlanul kizártak minket a versenyből. Természetesen fellebbezünk ellene, mert teljesen indokolatlan. Beállításokat, majd meglátjuk, hogy milyen időt sikerült meg. Eltört a kormányművünk, most ezt orvosolják a fiút, hál' Istennek volt tartalék alkatrész. Egyes pozícióval tudtam rajta. Sportszerű csata volt, jó volt, gyorsak voltunk. We'll be right back.
Jól vagy? Jól vagy? Öcsi? Öcsi, jól vagy? Öcsi? Jól vagy? Sportember mindent megteszek azért, még egyszer mondom, hogy szabályosan bajnok legyek. Tudom, hogy érett pilóta vagyok már, ezáltal lehet, hogy jobb vagyok, mint a többiek. Egyszerűen nevetséges. Mindenki látja, hogy a versenypályán ki a gyorsabb jelenleg, ki az ügyesebb, mindenki eldönteti magában, hogy kinek szurkol. Most maradjunk kifejezetten ennél a kakucson történteknél. Nagyon jól elkaptam a rajtot, másodikként tudtam elfordulni, de Patrik besokalt, ugyanott, ahol én később egyébként, és szépen el tudtam menni, úgyhogy minél beljebb húzod, vagy még véletlenül sem, mert ugye hát ki tudja, hogy ilyenkor mi történik, mekkora kalamajka, hogy még véletlenül sérjek hozzá. Mint már említettem, ugyanezen a helyen én is túlcsúsztam. Igen, azt láttuk, hogy volt ellen kormányos. Meg tudtam fogni az autót, ami nem azt jelenti, hogy össze is szedtem. Akkor utoljára elcsapott az autónak a hátulja, ellenkormányoztam, viszont Lehel pedig bevágott mellém, mert ki akarta használni az adandó lehetőséget. Megnéztem az ő felvételét is, és nem úgy cselekedett, ahogy én Patrikkal, hogy minél beljebb, minél óvatosabban gázelvétellel, hanem ő ott meg akart előzni. Az, hogyha ő ott egy kicsit türelmesebb, nem akar minden áron nyerni, nem akar bevetődni mellém, nem akarja ezt az agresszív típusú vezetést alkalmazni, ahogy egyébként vezet, akkor ez a baleset elkerülhetővel lett volna. Az, amikor én tegnap felébredtem itt a depóban, és láttam, hogy 30 ember, olyanok, akiket életemben nem láttam még, szereli az automat, kalapálnak, fúrnak, faragnak, mindent csinálnak, akkor én azt éreztem, hogy én már nyertem. Egyrészt borzasztó megható volt, hogy tényleg ilyen összefogás van, és azt éreztem, hogy én nem leszek több ember azzal, hogy bajnok leszek. Viszont azzal, amit itt láttam, egy jobb emberré váltam, hogy van még ilyen ezen a világon.
is. Tovább is az élet, egy újabb külön.